Rendhagyó módon egy bensőséges hangulatú köszöntővel kezdődött az Öreg Sasok programsorozata a Székesfehérvári Tisztiklubban. Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke és tagtársai a 90. születésnapját ünneplő Boros Pált köszöntötték. Vannak különleges helyzetek, különleges évfordulók. Talán éppen ilyen az, amikor valaki 90 éves lesz. Boros Pali bácsi az Egyesület tagjaként Öreg Sasok szakosztályában dolgozott, és talán egy ilyen évforduló a legjobb alkalom arra, hogy megköszönjük az Egyesületben végzett munkáját. A megható ünnep után Háború Ukrajnában címmel Kossicki Attila nyugállományú altábornagy tartott előadást az orosz-ukrán háború előzményeiről és a jelenlegi helyzetről. Én fura módon közelítem meg, én nem szeretem azt, amikor a napi dolgoknál leragad az ember. Igyekszek mindig hátulról kezdeni, hogy hogy fejlődött ez az egész napi probléma oda, hogy ma probléma van. Így vagyok ezzel a háborúval is, és az Ukrajnával és a kárpát-ukrajnai dolgainkkal is, hogy mi váltotta ki az egészet, hogy alakult ez az egész ki. Kossicki tábornok a sokat megért katona hangsúlyozta, nincsenek illúziói, és kifejtette, bizonyos, hogy ebben az esztendőben tovább folytatódik a háború, és mivel a harcban álló felek nem készülnek a békekötésre, az is előfordulhat, hogy eszkalálódik a válság. Én ebből az előadásból bármilyen furcsa hangzik, történelmi visszatekintést fogok végezni, hogy hogy jöttünk, hogy kerültünk ebbe a borzalmas helyzetbe, amiben itt vagyunk most, 2023-ban. Az előadáson elhangzott, hogy a nemzetközi feszültség folyamatosan nő, hiszen az energiaválság és a gazdasági recesszió minden nem hadban álló országot is fenyeget, és ez rányomja a bélyegét a következő évekre is Európában.